Az az igazság, hogy egy kivételes alkalom, mert egy nagy összefogás eredményeképpen indul el egy produkció rengeteg fiatallal, és mindig akkor éreztem magam a legjobban színházban, hogyha nagyon sok fiatal volt a dologban. Az, amit mi csinálunk, az igazából a fiatalok műfaja, és itt nagyon-nagyon szeretném, hogyha a közönség is ezt ugyanúgy szeretné, mint mi. Nagyon ígéretes a szereposztás, a zenei betanulás, ahol pillanatnyilag most áll, az egy nagyon jó stádium. Innen fogunk építkezni, úgyhogy ez a hét a további korrepetíciók, és a jövő héten elkezdjük a színpadi munkát. Ami most még feladatunk, az az, hogy amikor a korrepetíciók folynak, akkor nekem lehetőség szerint ott kell lennem. Ha kell, apróbb egy-egy szó, sorváltozás, azt meg tudjam tenni helyben, mert könnyen előfordul, hogy így éneklés közben derülnek ki turpisságok. Én mindig szeretek az utolsó pillanatig, szeretek javítgatni. Ez az egyik része. A másik pedig az, hogy Torma Feri barátunk már elkezdte a hangszerelést és a zenei alapok elkészítését. Természetesen a Tóth Péternek az instrukció és az elképzelése alapján. Oda is bizony el kell járogatnunk Soroksára a stúdióban, és követni, ellenőrizni folyamatosan ezt a munkát. És ahogy érkeznek az alapok, akkor már erre kell, hogy énekeljenek a gyerekek is, minden szereplő, mert szokni kell ezt az egészet. Tudnám a sok könyv tanulás minek. Miért szeretnénk, hogy sokan figyelemmel kísérnék már a felkészülést is? Azért, mert ez a darab és a Mark Twainnek a regényei, amiből írtam, ezek olyan dolgokról szólnak, ami mindannyiunk életében rettenetesen fontos. Az, hogy barátság, azt nem szabad elfelejteni, hogy ennél szebb, csodálatosabb kapcsolat ember és ember között talán nem is létezik, vagy egyike a legszebb kapcsolatoknak. Az, hogy egy barát mellett kiállni, hogy akár áldozatot is hozni érte, ez egy gyönyörűséges dolog, és a Tom és a Huck története, és velük a Jim története, és a többieké, azt jelenti, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek társaink az életben, legyenek barátaink, tudjunk bízni egymásban, és tudjunk tenni egymásért. Mi most ezt csináljuk, és nagyon örülök, hogy ennyi tehetséges ember ilyen szeretettel áll hozzá ez a munkához. Így is szeretnénk végigvinni. Jogom fiamhoz, meg vagyunk némi képek, tettek egy szívességet, de se szólj, hogyha véget kell. Jobás, meg, megyünk hozzá!